Ez itt a Kultúrkaja ünnepi kiadása 2020-ban, a Covid évében, ahol tavasszal már mondtam néhány mesét, és most pedig két gasztromesét mesélek nektek, gyerekek. És ha már mesénél tartunk, akkor természetesen az első könyv, amiből mesélni fogok, az a nagy-nagy-nagy hóvihart felkavart, port felkavart Meseország mindenkié című mesekönyv. Ehhez a recepthez minden darálót jól eldugtam. Na hát kérem szépen, nem tudom, emlékeztek-e rá, hogy amikor az óriási botrány kirobbant a mesekönyv körül, akkor itt nálam, ebben a lakásban egy fantasztikus felolvasást tartottunk online. Itt volt vele Meke Angéla, Magner Zsófi, Nagy Ervin, Fenyvesi Zoli, és még sokan mások olvastak föl csodálatosan Grillusz Dorka ebből a mesekönyvből, de én magamat az utolsó helyre hagytam volna, de azt gondoltam, hogy Nagy Ervin után már nem kezdek bele egy mesélésbe. Elmondom nektek, hogy melyik mese lett volna az enyém. A Házasodik a királyfi című, úgyhogy a Házasodik a királyfi című meséhez készülök nektek most egy igazi, nagyon cuki, nagyon szép, fantasztikusan izgalmas esküvői tortával. A cuki esküvői mesetortám az egy almatárt lesz, de egy olyan almatárt, amit nagyon esztétikusan úgy fogok fölrakni a kis tártomra, mintha egy virágcsokor lenne, tehát ez egyben mennyasszonyi csokor és esküvői torta. Első lépésként egy klasszikus linzer tésztát gyúrok, egy porhanyós linzer tésztát, az kerül a tártformába. A porhanyós tárttészta trükkje, hogy igazán hideg, a hűtőből frissen kivett vajat kell használni. Mindent berakok az kis asszisztensembe, és utána úgy összedolgozom, hogy jó kis porhanyós tésztát kapjak. Nagyon szépen kezd összeállni a tészta, nézzétek csak! Ezt most kézzel véglegesítjük, és utána berakom a hűtőbe kb. Egy fél órára, jól megdermedjen, utána kell nyújtani, és ebbe a tárt formába szépen belehelyezni. Kivettem a hűtőből, kinyújtottam bele, raktam a tésztánkat a tárt formába, megszurkáltam villával, és most pedig én egy kis lencsével leöntöm, de lehet babot is önteni rá, sőt, lehet adott esetben villákat, kanalakat is rakni. Hőlégkeverés 170 fok. Ezen a hőfokon sütöm meg a lencsével és a papírral 35 percig elősütésként. A tésztámat után leveszem a papírt, leveszem a lencsét, és megy vissza a tártunk még egy 15 percre. Amíg sül a gyönyörű tésztán, pont van időm arra, hogy megcsináljam a crème pâtissière-t, azaz a cukrászkrémet, amihez is először a tejet és a tejszínt egy lábosba fölfőzöm, közben habosra kavarom a tojássárgáját, a keményítőt, a kristálycukrot és a vanília aromát, illetve vanília koncentrátumot. Házasodik a királyfi! Sütöm neki a tortát! Szép sotto voce, ahogy az olaszok mondják, felfőtt a tej és a tejszín, most ezt leveszem, egy picit hagyom hűlni, azért, hogy ne ilyen forrásban lévő hőfokon öntsem hozzá a tojássárgáját, mert akkor megfőne. Most következik a kardió, mert ezt közepes tűzön addig kell keverni, amíg be nem sűrűsödik. Addig olvasgassatok egy kis mesét. Nagyon jól besűrűsödött a krémem, úgyhogy egy picit még kevergetem, hogy egy picit hűljön, utána ráöntöm a tésztára, megy kihűlni. Az almákat veszem most kezelésbe, késsel félbevágom, vagy karalábé vájóval kiszedem a magházát, és utána szuper sütöm, gőzölő sütő funkciójával. 100 fokra magas gőzre állítom be az almákat, hogy szépen megpuhuljanak, megfonnyadjanak, és utána a rózsaszirmokat gyönyörűen ki lehessen belőlük alakítani. Óriási koncentrációval készítem a almarózsákat. De szép! Elkészült a csodás almarózsákkal díszített királyi esküvői torta. Ezt a mesekönyvet ide rakom a fa alá, és egy dolog jutott eszembe, csillagszórok, egy ilyen isteni édességet nem lehet hideg vagy meleg szeretettel csinálni, csak szeretettel lehet csinálni, úgyhogy így a szeretet ünnepére boldog karácsony kívánok mindenkinek. Puszi!
Ezt a szuper kis főző videót az Electrolux támogatta.